Milliárdokat is kaszálhatnak azok a nemzetközi bűnszervezetek, amelyek magyarországi szaporítóktól hordják a kiskutyákat Nyugat-Európába, legalábbis ezt állítják az állatvédők. A meghökkentő állítást az is alátámasztja, hogy a nyugaton lebukott kutyacsempészeknél nagyon nagy arányban Magyarországról származó állatokat foglalnak le. Itthon lassan 2 éve büntethető a szaporítás, a civil szervezetek hetente lepleznek le ilyen telepeket, de még csak 1-2 elrettentő ítélet született. Az ütött-kopott kisbusz havi 12 000 kilométert fut. Kapin Richard, a Szurkolók az Állatokért csoport vezetője, kicsit szabadkozott is az állapotok miatt, de hát, mint mondta, takarítani végképp nincs idejük, annyi a dolguk. Volt már benne borz, róka, hattyú, kacsa, galamb. Most a Borsod megyei Perére tartunk, ahol alig 2 hónapja buktattak meg egy kutyaszaporító telepet, amit bármilyen furcsán hangzik is, egy holland nő üzemeltetett. A képek önmagukért beszélnek. A telepen borzalmas állapotok uralkodtak, mindegyik kutya éhezett, többségük beteg volt. Az igazi horror azonban bent a házban fogadta az állatmentőket. Halott kiskutyák voltak bent a mélyhűtő ládában, egyszerűen tényleg döbbenet volt, ahogy ez a holland nő kivette ezt a halott kiskutyát, mint aki aludt volna, kivette, megsimogatta, megpuszilta, és akkor ő mondta, hogy ő szereti a kutyát, és így visszatette a mélyhűtő ládába. Túl durva, hogy igaz legyen? Itt van róla a videófelvétel. A halott kiskutyák mellett mirelit harrudacskákat és fagylaltot láthatnak. Egyik sem kutyának való eledel. A tulajdonos a saját ételeit tárolta a tetemek mellett. Most azért megyünk vissza Perére, mert az állatmentők fülest kaptak róla, hogy a holland nőnél megint vannak kutyák. Alig 2 hónappal azután, hogy felszámolták a telepét, megbüntették 9 millió forintra, és eltiltották az állattartástól. Vajon miért nem fél a magyar törvényektől? A kutyáknak az úgynevezett jó gazda gondosságát nélkülöző szaporítása alig 2 éve, tavaly januártól számít bűncselekménynek Magyarországon. Pedig az ilyen szaporító telepek gyakorlatilag állatkínzó gyárak. A cél, hogy minél kisebb költséggel minél több kiskutyát állítsanak elő, ami azt jelenti, hogy kizsigerelt, éhező anyakutyák genetikailag sérült kölykök tucatjait hozzák világra. Visszatérünk még rá, hogy miért éri ez meg. Holnap kivisszük, ha nem tudom hova. Kajó Cecília, a Bojtár Állatvédelmi Egyesület jogásza szerint állatvédők serege várta, hogy végre bűncselekménnyé nyilvánítsák a szaporítást, de csak remélni lehet, hogy nincs még túl késő. Az a baj ezzel, hogy ezt nem csípték meg időben, nem ellenőrizték, kvázi hagyták embereknek, hogy ez legyen a megélhetésük. Most meg ugye utólag nagyon nehéz ennyi embert, ennyi állattal, ennyi állatkínzás szállal felgöngyölíteni. Az állatvédők becslései szerint szaporító telepek ezrei működhetnek az országban. Igen, jól hallották, ezrei. Ráadásul az utóbbi években rengeteg külföldi szaporító is áttette a székhelyét Magyarországra. Kiszorult már, nem tudom, Ausztriából, Németországból, Hollandiából, és ugye ide jött át, hogy majd így fogja folytatni ezt az áldásos tevékenységét, mert hogy ugye itt annyira azért nem olyan szigorúak a szabályok. Megérkeztünk Perére, a nemrég felszámolt holland telepre, ahol a gyanú szerint megint vannak kutyák. Kapin Richard fradista, de itt csatlakoztak az akcióhoz a Diós Győri szurkolók is, ellenségeskedésnek nyoma sincs. Sőt, a törvényeket maximálisan tisztelve próbáltak bejutni a tulajdonoshoz. Egyenesen a helyi jegyző, vagyis az állatvédelmi hatóság kopogott nála, de hiába. És hogy miért kellett, hogy a szurkolók a háta mögött álljanak? Hát ezért. Nem támadám! A holland nő fúriaként rontott ki a portáról, és megtámadta Bagi Nándor operatőr kollégámat. Természetesen a kékfény stábja szokva van az ilyen helyzetekhez, úgyhogy egy pillanatra sem állt le a forgatás. Nem bántod a kamerát.
Én nem bánt! Én mondtam, nem szabad! Na ezért vannak ott az ilyen helyeken a szurkolók, hogy ők fogják fel a pofont, ne a jegyzőhölgyek. Ezúttal mi voltunk a vonzóbb célpont, de hát ennyi belefér. Tavaly nyár elején voltunk Bugacon egy holland szaporító telepen, ahol, amit mondtam, ott pedig kaszával támadtak ránk. Ezen a ponton rendőrt hívott a jegyző. És mivel azt a holland nő is tudta, hogy egyenruhásnak már végképp nem illik pofont adni, beengedte az állatvédelmi hatóságot, hogy átvizsgálja a portát. Később megmutatjuk, mit találtunk. A szaporítótelepek tulajdonosai, mondta Kajó Cecília, az elmúlt 20-30 évben megszokták, hogy legfeljebb hatósági ennyi-bennyit kapnak, ha lebuknak állatkínzásért. A 2022. januártól érvényes törvények szerint viszont már akár 5 év börtönt is kaphatnak, de az igazán súlyos ítéletek egyelőre még váratnak magukra. Egy büntetőeljárása ugye szabályszerűen bizonyítékokkal összegyűjtve tényleg profin végigviszik, és ugye eléri a vádemelést, akkor az legalább egy másfél-két év. Ez meg ugye tavaly januártól hatályos, tehát még olyan nagy eredményeket, ami mondjuk már felelősségre vonást jelentene, az olyat még nem tudok mondani, de tehát szerte az országba indultak már ilyen ügyek. Három hete azonban, október 18-án felcsillant a remény a szolnoki törvényszéken. Egy karcagi férfi állt a bíróság előtt, akitől 150 kutyát koboztak el. Borzalmas körülmények között tartotta őket, és ami még ennél is szörnyűbb, 70 kutyának átvágatta a hangszálait egy máig ismeretlen állatorvossal, hogy az ugatásukra ne figyeljenek fel a környéken. A barbár műtétben ő maga is részt vett. A férfi még a 2022-es törvénymódosítás előtt bukott le, tehát elvileg rá még nem érvényes az új, szigorúbb törvény. Nem hagyható figyelmen kívül az a körülmény sem, hogy az elbíráláskor hatályban lévő BTK már jóval szigorúbban rendeli büntetni a vádlott által megvalósított bűncselekményt. A férfi korábban első fokon a régi törvények szellemében 1 év 7 hónap felfüggesztett büntetést kapott, most azonban jogerősen leültették. Ez egy kirívóan súlyos cselekmény mindenféleképpen az állatkínzás jellegű cselekmények vonatkozásában. Ő Tapasz, az egyik kiskutya, akinek a karcagi mészáros átvágta a hangszálát. Ugatni nem tud, de minden ízében remeg, ahogy közelítek felé. Nagyon fél az idegenektől. Némedi Edina, az állatmentő szolgálat vezetője fogadta be a kiskutyát. Most épp 40 mentett kutyáról gondoskodik, többnek nála már nincs hely, pedig elképesztő mennyiségű szaporítótelepről kapnak bejelentést. Most kapunk naponta 3-4-et. 3-4 szaporítótelepről kaptok naponta most bejelentést? Igen. De ennyit nem lehet megnézni? Nem. Nekünk is ami lehetőségünk van, hogy lényegében sorsot húzunk. Némedi Edina azt mondta, hogy vannak falvak Szabolcs-Szatmár-Bereg és Békés vármegyékben, ahol szinte a lakosság fele szaporításból él. Ez a két megye, ez magasan kiemelkedik az országban, ami a szaporítást és az illegális állatkereskedelmet illeti. Tehát, hogy ott már így nem olyan, mintha így beivódott volna, amikor ez a szokás. A legyártott kiskutyákat nemzetközi hálózatok emberei gyűjtik össze. A folyamatnak neve is van szaporító körökben, úgy hívják szedés. A díler általában több megyét is körbejár, hogy összegyűjtse, leszedje a kívánt kutyakölyök mennyiséget. Nem kell ismeretlen vevővel találkozni, hanem megvannak az ilyen kis fix felvásárlók, akikhez ugye az almukat el lehet adni, és megvan ugye a fix bevétel, nem kérdezi senki, hogy hogy tartod az állatot, nem akar senki se elmenni hozzá. A szerencsétlen kiskutyákat fajtától függően 30 és 100 ezer forint között adják át a dílernek. Kicsit számoljunk. A karcagi férfitől, akit most ítéltek végre letöltendő szabadságvesztésre, úgy 70 eladásra szánt kölyök kutyát koboztak el. Ez minimum 2 millió, de akár 7 millió forint bevételt is hozhatott volna. Egy alomból. És a kutyák évente akár 3-szor is tudnak elleni, ha kellően kizsigerelik őket. A kereskedők teherautókkal viszik ki a kutyákat Nyugat-Európába, mivel odakint a szigorú szabályok miatt csak becsippelt, állatútlevéllel rendelkező kutyákkal lehet kereskedni, ezért valahogy legalizálni kell őket. Erre vannak a megvesztegetett állatorvosok. Ugye úgy van jogszabálynak, hogy mikrocsip nélküli kutya nem cserélhet tulajdonos.
És hogy arra lettek figyelmesek a kinti állatvédők, hogy, hogy a Magyarországról származó kutyáknál, amikor egy szállítás van, akkor annak mindig egy adott állatorvosa a mikrocsipbe ültető. Tehát, hogy egy állatorvos az egész országot végigjár és végigcsipezi a kutyát. Magyarországon eddig még nem ítéltek el állatorvost illegális kutyakereskedelemben való részvételért. 2021-ben letartóztatták ugyan a Békés-megyei főállatorvost hivatali vesztegetés miatt, de azt eddig csak a sajtóinformációk erősítették meg, hogy köze lehet a kutyakereskedelemhez. Az állatorvos pecsétje garancia is arra, hogy egészséges, jó környezetből származó állatról van szó. És ami a lényeg, az egészséges, jó környezetből származó kutyakölyök ára Nyugat-Európában minimum 2000 euró, de fajtától függően akár a többszöröse is lehet. Számoljunk megint. Az a 70 kutyakölyök, amit a karcagi férfitól elkoboztak, a dílereknek minimum 140 ezer euró, vagyis úgy 50 milliós bevételt jelentett volna. Egyetlen szaporítótól, egyetlen alomból. Olyan szintű áréssel dolgoznak, hogy az valami elképesztő, és még ebbe belefér az is, hogy nagyon nagy magas az elhalálozási ráta. Ebben a France 24 által publikált 2021-es riportban arról beszélnek a német állatvédők, hogy a kiskutyákat egy jól szervezett maffia csempészi be az országba, Lengyelországból és Magyarországról. Ezen a videón pedig a spanyol rendőrség akcióját láthatják idén októberből, majd 400 kutyát és macskát foglaltak le, az állatok jelentős része Magyarországról származott. Egyes uniós tagállamokban nekünk már olyan hírünk van, hogy állatkínzó nemzet vagyunk, mármint hogy az állatkínzás szaporítás értelmében, tehát hogy mi vagyunk a szaporítós nemzet. Évente több tízezer kiskutyát exportálunk nyugatra, darabonként minimum 2000 euróért. Vagyis sok milliárd forintos üzletről beszélünk. És hogy mi van a végén az egésznek? Például ő, Topika. Egy-két év múlva a kutyapocsira fog kerülni. Topika egy tipikus szaporított kiskutya, néhány hónapja mentették meg. Kényszer szülte, így beteg. Egy-két éven belül le fog bénulni, pont úgy, ahogy a gátlástalan szaporítók által gyártott kutyák 60-70%-a. Mert mit gondolnak, mit eredményez az, ha egy éheztetett anyakutyát arra kényszerítenek, hogy egy ketrezben évente háromszor szüljön? Perén a holland szaporító nőnél végül Zoli, a diósgyőri vezérszurkoló bizonyult a legszemfülesebbnek. Tette egy kört a nő kertje mögötti erdőben, és egy kiskutyával tért vissza. Mint kiderült, a nő arra használta fel azt a fél órát, amíg a rendőrök kiértek, hogy a telke mögötti erdőben elrejtse, amit nem szabadna felfedezni. Hogy pontosan hány állatról van szó, nem tudjuk. Zoli csak egyet talált meg. A riport készítése után pár nappal hívtak a szurkolók, hogy a megmentett kiskutya meghalt. Leptospirózis végzett vele. Ez egy olyan betegség, amit a szennyezett környezetből, például patkányoktól szoktak összeszedni a kutyák. Sokat elárul ez arról, hogy milyen körülmények között tarthatták a kis szerencsétlent. A Kékfényben Baranyi Béla riportját látták.